A béketeremtés céljából Orbán Viktor Kijevbe, Moszkvába, majd pedig Pekingbe utazott. Hát kapott is emiatt hideget, meleget a nyugati és a hazai balos sajtóban. Választásokat tartottak Franciaországban és Nagy-Britanniában, és mindkét országban jelentős baloldali győzelem született. Franciaországban a végül nem győztes nemzeti jobboldal viszont belépett abba az Európai Pártszövetségbe, amelyet Orbán Viktor alapított, és ez a Patrióták az Európa Parlamentben. Beszélünk végül Magyar Péterről is, akinek hát volt egy újabb performansza, egyfajta ilyen értékelőnek, de gyanúsan szektás beszédnek tűnő rendezvényt tartott az elmúlt hétvégén. És ha marad időnk, akkor még talán az amerikai elnök választási vitáról is tudunk néhány szót ejteni. Már is kezdünk. Lehet, hogy már te is észrevetted, de ha nem, akkor gyorsan szólok neked is, hogy kissé megújulva és ismét teljes gőzzel dübörök hetente a Hobbista a Rumble csatornámon. Mindegyik epizód egy kicsit más-más formátumban, de egységesen a fullos hírtévés díszletek között készül. A YouTube-on viszont mindig csak egy jelentősen rövidített, kilúgozott változatot látsz a cenzúra miatt. Ha szeretnél képben lenni a politika történéseivel kapcsolatban, de mindezt szórakoztatóan szeretnéd megkapni, ráadásul egészben szeretnéd látni a műsort, akkor feltétlenül iratkozz fel a Rumble csatornámra. A videó alatti leírásban megtalálod a linket. Ne félj az újdonságtól, attól, hogy a Rumble egy új videó megosztó, amit eddig nem használtál. Nézd nyugodtan tovább a YouTube-on a klippeket, a macskás videókat, meg bármi mást, ami érdekel, de ha cenzúramentes politikai tartalmakat szeretnél, használd a Rumble-t is. Én már régóta ott vagyok, téged is várlak. Köszöntjük a nézőket, sziasztok! Ez itt a régi és új Hobbista Hardcore, amit most már Hobbista Kemény Magnak hívunk, mert hogy magyarok vagyunk. Elvégre. Vagy mi, nem? Hogy ilyen királylindásan fogalmaznak. De azért is Hobbista Kemény Mag, mert egy kicsit szeretnénk a nézőkben is, meg valamelyest saját magunkban is ilyen nosztalgikus érzéseket kelteni az egykori, méltán népszerű Kemény Mag című műsor iránt, amiben a mostani kis csapatunkból, ugye Ambrózi Áronnal voltunk rendszeres résztvevők, de az egykori Kemény Mag különböző felállásainak egyes szereplőit rendszeresen meghívjuk majd ide, hogy közösen elemezzük a legfrissebb politikai történéseket, és elsőként Dezse Balázs a vendégünk ebben a felállásban, ugye, aki a kemény mag utolsóinkat. A Kemény Magnak a története az ilyen... Akkor már mindenkit kirúgtak. Mindenkit kirúgtak, akkor a Kemény Mag korszakában. Jött a Balázs, és engem meg visszahívtak, de ezekbe a részletekbe nem megyünk bele, fájtlat mindezekre. Szóval köszöntjük Balást, és köszöntjük a nézőket még egyszer ebben a teljesen új formátumban, ami azért annyira nem új, mert a díszlet ugye az ugyanaz, amit egyébként rendszeresen láttok a hírtévés verzióval, ami természetesen megy továbbra is, és csütörtökönként vesszük föl, azt mindig elfelejtem, pénteken kerül ki online, nem, már azt is összekeverem. Szombaton megy adásba a hírtévén, és másnap kerül ki online is. Na a lényeg, hogy most ebben a verzióban elég sok új fejleményt, eseményt, hírt szeretnénk elemezni, úgyhogy szerintem így, ahogy van, csapjunk is bele. Az első, az egyik legnagyobb sztori az, hogy ugye Orbán Viktor egyfajta ilyen béketurnén van. Először elment Kijevbe, aztán Moszkvába, hát mind a kettőért kapott hideget, meleget a progresszív nyugati sajtótól, meg az itthoni progresszív sajtótól is. Most már Kínába is elment, tehát ha még lehet, hogy szokták ezt mondani, van ez a vicc, hogy ne tetézd, amikor, hogy már nem emlékszem. Nem akarod annak a viccnek nem az akarom elejét elmondani. Most jöttem rá, hogy nem akarom az elejét elmondani, igen, de azt szerintem sokan ismerik. Van egy rockzenei párhuzama a Orbán Viktor turnéja és a nyugat-európai reakciók között vagy kapcsolatban, mert hogy egy amerikai zenekar, amikor világkörüli turnéra indul,
az úgy néz ki, hogy végkoncertezik az Egyesült Államokat, utána tartanak egy koncertet Brazíliában, egyet Argentinában, utána átugranak az öreg kontinense, Anglia, Franciaországban két koncert van, tartanak egyet talán Spanyolország, utána Olaszország, Németország és esetleg Ausztria, és Ausztriából rögtön már ugranak egy pár kontinenssel odébb, akkor Ausztráliában is tartanak egy koncertet, és Japánban, és ez a világ körüli turné. Tehát semmi más nem érintenek. Tehát a többi kontinenst, Afrikát nyilvánvalóan, kimegy oda Afrika, ez egy rémisztő hely. Utoljára az könnyű zenészként szerintem a Bob Marley ment, látogatta meg Afrikát, de Indiába se járnak, Kínába se mennek el, meg ilyenek, és pont ugyanezt várták, hogy az Orbán is, amikor világkörüli turnéra indul, akkor szigorúan csak a nyugati Brüsszel, Washington. Különböző nagy bástyáit akkor meglátogatja, és elmondja, hogy mindent pont úgy gondolok, ahogy ti gondoljátok. Oda néz Oroszországra, és azt mondja, hogy exterminate, tudod, mint a ki vagy dokiból. Két éve van ez a liberális ilyen hígyra, hogy el kell menni Kijevbe vonattal, ott akkor le kell borulni a totem előtt, hogy akkor Ukrajna nem veszíthet, és akkor mindjárt minden jó lesz, és az Orbán erre nem volt két évig vevő. Most elment, most örültek, és akkor az öröm az másnapig tartott, hogy az Orbán nem ezért ment amúgy Kijevbe, meg ott tárgyalgatott. És nem vonattal, mert viszonylag érdemi. Tényleg a Magyar Péter, mert ez egy egészen friss ma reggeli hír, most... hogy megy Kijevbe ő vonattal. Na, hát megy, pont ezt mondom. Izgalmas lenne, hogy vonattal menjen, mert lemaradt Karigeri. Egy zarándoklatra körbe keveredik ott a kijevi kábakő körül, és akkor minden rendben lesz. De hogy az Orbán nem ezt csinálta, és ez másnapig tartott ki, és nem értik, hogy az Orbán hogy csinálhatnám azt, amit kéne. Most el kell dönteni, hogy Kijevbe vagy Kijívbe mennek, ugye? Hát már nem is szabad Kijevnek mondani, mert az oroszos, igen. De egyébként ugye itt ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka. Tipikus esete, mert ugye eddig miért nem ment Kijevbe, aztán amikor elment Kijevbe, akkor miért úgy ment Kijevbe, és most nem is csak a vonat vagy a repülő, egyébként nem, azt hiszem, úgy évvel mentek. Kocsival. A legutóbbi adásban elemeztük szerintem az Indexnek azt az összeszerett, azt a igen. cikkét, amiben összeszedték, hogy nyugati sajtó, tehát figyelj, ilyen bekezdésenként, Ambrózi mondatonként cáfolta meg, de amúgy meg ilyen bekezdésenként volt lévő, hogy orosz párti, Putyin szövetséges. És autokrata. Igen. Egy autokrata, az a magyar választott vezető az autokrata, aki elment meglátogatni azt az ukrán vezetőt, akinek májusban lejárt a mandátuma. Ezt ízlelgessük. Ízlelgessük abszolút, és nem tartanak választásokat, de hát hogy merészelt elmenni az Európai Unió a soros elnökeként? Tehát ő nem képviselheti Európát, meg egyáltalán senkit nem képvisel. Rácz Andrást kell olvasni. Meg Török Gábort, aki összeveszett. Rácz András megmondta, hogy Putyin megalázta Orbán Viktort. Ott még nem is tartunk, még egyenlőre Kijevben van, majd mindjárt átérünk az orosz látom. Akkor majd ott elmondom. Még mielőtt megalázza, én azt szeretem a legjobban, hogy az... Soha nem tették fel azt a kérdést, hogy egyébként, hogy Orbánnak nincs felhatalmazása. Van valakinek egyébként jelen pillanatban felhatalmazása a világon egyébként a béke érdekében menni bárhova, az egyébként pont az Orbán Viktor, mert ő annak a Magyarországnak a miniszterelnöke, amelyiknek az állampolgárai meghalnak ebben a háborúban egyébként többek között például. Meg a másik az, hogy a Soroséktól megkérdezte valaki amúgy a Soros Gyuritól, meg az Alextől mostanában, hogy amúgy figyeljétek, kihatalmazott fel, hogy bemenjél Brüsszelbe tárgyalgatni bármiről, meg különböző civil szervezeteket szponzorálni, amik egyébként közvetlen hatással vannak a országok állampolgárainak az életére. Hogy... Hát, de ő csak egy öreg filantróp, ő csak jótékonyságból csinálja. Sportpárhuzam. Amikor kikaptunk a svájciakán, akkor a Libernyák kórus, az a minden szalisták rögtön rákezdtek, hogy ott se lenne a helyünk az EB-re. Az EB-n, de ott volt a helyünk, mert megnyertük a selejtező csoportunkat. Tehát az Orbán Viktor az azért megy ki ebben, meg azért látogathat a többi helyre, mert egy kormányfő. Igen, tehát kormányfőként erre abszolút van bármikor felhatalmazása. Az Európai Unió elnökeként, ugye ez egy bonyolult, igazából eldöntetetlen kérdés, hogy mire hatalmazza fel formálisan, nem, de ő nem is azt mondta, hogy én itt az Európai Unió elnöke vagyok. Ezt a Putyin mondta. Mit mondott a Putyin? Ezt mondta a Putyin, hogy ő az EU nevében jött ide, ugye Orbán. Igen. Az Orbán nem mondta ezt, senki más nem mondta, csak a Putyin. Tehát ez a sok hülye Borrell, meg nem tudom mi, ez azonnal ráharapott, de ezt a Putyinon kívül senki, tehát a Putyinnal most vitatkozzanak. Ha már behoztad, akkor erre mondta Rácz András, hogy Putyin azzal is megalázta Orbán Viktort, hogy azt mondta, fogadta. Hogy azt mondta neki, tudom, hogy ön most az Európai Uniót képviselve van itt. Nem, András, nem. Tehát a Török Gábor veszett össze a Rácz Andrással, tehát ez a konfliktus, ahol nyugágy pisztácia. És akkor nézzük, hogy a csontok hogy repülnek fel a levegőbe. A világ, ahol a béke az a háború pedig a béke, ott az Európai Uniót képviselve, ha valakit
így neveznek, hogy az egész kontinens képviselő, az egy megalázás. Menjünk is tovább, a Nyugat-Európával még érdemes foglalkoznunk egy kicsit, mert két országban is választásokat tartottak, és mindkét választásnak nagyon tanulságos eredményei vannak. Hogy az egyik az győztek a kommunisták. Mindkettő. Demokrácia győzött, úgy hallottam. Hát persze akkor győz a demokrácia, ha bal oldal győz. Ha jobb oldal győz, akkor az autokratikus rendszernek a ékes bizonyítéka. Ha bal oldal győz, akkor demokrácia van. Ugye Franciaországban valóban a szélső bal oldal, ilyen neomarxista, kommunista. Tudjátok, mi a legviccesebb egyébként, hogy a Marine Le Pen vezette, most már nem Nemzeti Frontnak hívja. Nemzeti Tömörülés. Nemzeti Tömörülésnek, mert ugye több szövetséges párt is részt vesz benne. Ennek a konzervatív, avvétos idejét volt, stb. Forrás. Szélsőjobboldali. Igen, de hogy ilyen öreg vezetője, az egy 29 éves fiatal srác, mondjuk nagyon tehetséges, Jordan Bardella, és a progresszív, fiatalos, lendületes, jövőben mutató, korszerű baloldal vezetője Michelon egy 71 éves, öreg, kriptokommunista, neomarxista, kretén egyébként. És nem is a kretén, inkább a kártékony szót használom. Tehát ez egy ilyen igazi 68-as generációs ilyen marxista. És ugye összeálltak a baloldal, a Macronék, mindenki minden, csak hogy nehogy véletlenül a Le Penék győzzenek, akik az első forduló után... Moslék koalíció, szarszappan koalíció, igen, ugye az első forduló után a Le Pen vezette nemzeti jobboldal, mert ez a helyes. Mert abszolút nem értek veletek egyet. Tehát miért gondoljátok, hogy a Macron-féle mozgalom, ez a szélső baloldali haladásfront között bármi nevű különbség van? Lehet, hogy az árnyalatokat máshova teszed, de kommunista, kommunista. Szélső baloldali neomarxista, ezt én nem értettem, hogy hát a neomarxista az nem szélső baloldali, az ugye... Az a közép. Igen. Az a közép. Ma már. Jó, ez abszolút szélső baloldal két árnyalata. Láttátok a Rebel News-nak a videóit? Láttátok a ünneplésről, amikor ők úgy ünnepeltek, tehát volt egy ilyen kis montás, hogy amikor a első forduló után nagyon örült a jobb oldal a győzelemnek, akkor tapsoltak egy kicsit, belekortyoltak a pezsgőjükbe, és amikor nyert a bal oldal most, akkor lebontották fel. Párizst gyakorlatilag. Igen. Ez megint értelmezhetetlen, Dezső, mert ha kikapnak a fociban, akkor lebontják Párizst, ha döntetlen lebontják, ha nyernek lebontják, igen. A Marokkó győz, lebontják. Igen. Teljesen értelmezhet. Hát a baloldalnak mindegy, hogy ők győz, akkor ha győznek, akkor azért, ha kikapnak, azért, de lebontják a várost. Várjál, a Rebel News-os videóban tényleg ajánlom, nézzétek meg, a másik kedvencem az volt, hogy konkrétan egy Che Guevarának öltözött csávó, a Che Guevara sapkába, az ekkora vörös csillaggal rajta, azt magyarázta el, hogy tök jó, hogy győztünk, és végre a szeretet. A és szeretet, utána és megmondta a Rebel News riportjának, hogy ki lesz elnyírva. Nem a Puzsér volt? egyébként hasonlított. Lehet, hogy ugyanazt a csávóra, mert láttam egy videót, ahol egy kb. Általad leírt forma, egy gyors étterem dolgozott éppen, ugyanebben a Che Guevarás pólóban. Che Guevara külsejű ember Franciaországban, a fél ország ilyen, tehát semmi. Ettől nem fogod megállapítani. Nézzük meg, mert a képernyőn most megmutatjuk az eredményeket, tehát hogy néz ki a parlamenti patkó Franciaországban, és valahogy lemondtak egymás javára a szélső baloldal és az úgynevezett centrista Macron-féle ensemble tömörülés jelöltjei. Most ebben persze igaza van az Ambrosinak, ugye értjük az iróniát, hogy ez a kettő, ez tök ugyanaz van. Nem tudom, nem irónia, tök komolyan mondta. A Momentumot is megbukott, meg kerestem őket rajta. Igazadóan. Azok Romániába ilyen. Indulnak. Tehát azért, hogy nehogy véletlenül a nemzeti tömörülés, amelyik az első forduló után a legtöbb körzetben vezetett, nehogy ők nyerjenek, ezért bármire hajlandóak voltak, és lemondtak egymás javára. Van még egy sztoriszál, amire szerintem nem gondoltatok, de marha vicces, hogy Németország az ugye az orosz energiahordozók híján, ez így meg a hülye zöldek miatt erősen döglődik gazdaságilag, és ez a deindustrializáció nevezetű folyamat zajlik éppen, és két európai ország, nyilván az amerikaiak meg a kínaiak lopják, amit lehet onnan, de két európai ország alkotott erre a valóságra stratégiát, Franciaország és Magyarország, hogy mind a kettő, ami értékes a német iparból, azt megpróbáljuk onnan akkor ott ezt így kiemelni és a saját kis országunkba elhelyezni. Úgy mondta, hogy ami értékes a németekből, ez így pontos. Igen. Csak hát most akkor képzeld el, hogy ez a francia iparfejlesztésre milyen hatással lesz az egész. Például, vagy akkor néznek például a kínai akkumulátorgyárakért való versenyfutást, tehát hogy Mici Pinget így felkeltik reggel, hogy hallottad, mi lett a francia választásnak az eredmény? Mi? Hát a kommunisták nyertek. A kommunisták? Hát akkor egy fillért nem viszünk oda.
Hát ezek őrültek. Hát igen, ezek őrültek, ezek kommunistát választanak. Nem lehet pragmatikusan beszélgetni. Hát Kínában azért van kommunizmus, mert nincs választás, de ők meg választásra csinálnak kommunizmus. Hát ebben az országban egy forintot nem fektetünk be. Hát körülbelül, és akkor van még egy másik ország, ahol ezek szerint a kínaiak szintén nem fognak most már befektetni, az Nagy-Britannia, ahol szintén a kommunisták, a Labour Party győzött, úgy elgyepárták szerencsétlen torikat, ahogy utoljára 1761-ben. Hát utoljára akkor vertek Sunakot meg ennyire, amikor még India brit birodalom része volt. De körülbelül, igen, tehát ugye fontos, hogy a konzervatív párt vezetője egy indiai bevándorló hátterű miniszterelnök, Rishi Sunak volt. Kenyai akinek... amúgy. Kenyai? Csak a Indiába mentek, amíg a brit birodalom tartozott Kenya, és oda mentek ilyen gyarmati tisztségviselőnek, mert kenyaiakat annyira nézték, hogy a fehér ember már nem megy el a gyarmati indiai származásuk, de Kenyában. Ott is született talán? Nem. Azt hiszem a szülei vagy a nagyszülei. Jó, hát Sunak az anyja, jó. Oké, tehát brit. De ugye nyilván ennek volt egyfajta üzenete is, vagy szerették volna, ha van, hogy a brit miniszterelnök lehet egy abszolút ilyen bevándorló hátterű. Megjegyzem egyébként, nekem személy szerint a csávúval nem volt bajom, tehát Liz Truss után felüdülés volt egyértelmű. Jó, volt honnan. Saláta is jobb, mint brit volt ilyen szempontból, tehát hogy most indiai származású, de ő egy brit bankár család. Ez a Goldman Sachsnél volt magas beosztás, tehát abszolút. Annyi köze van Indiához, mint neked. Világos, abszolút. Egy full globalista csávó. Nem teljesen Ádám, de mindegy. Tehát a felesége indiai állampolgár például. Tehát azért vannak indiai gyökerei, amiket még ápol, de mindegy, folytasd. És tehát ugye nem, a feleségének is semmit nem sikerült neki, sem az ígéretekből megvalósítani, meg egyáltalán, amit a lakosság várt tőle. És ezért a Labour Party, a munkáspárt, azt hiszem mikor 2010 óta először újra hatalomra került, és tényleg úgy elgyepálták a torikat, hogy 250 éve, vagy igen, kb. Nem történt ilyen. Na most ezt nagy győzelemként ünnepli a baloldal, de egy nagyon érdekes megközelítését olvastam ennek, Konstantin Kiszintől, aki egyébként a nagyon jó orosz származású, de szint úgy, pont úgy, ahogy Rishi Sunak, Konstantin Kiszint is egyébként abszolút brit, és azt mondja, hogy ez a Labour győzelme, ez valójában Anglia jobbra tolódását mutatja. És így csodálkoznak, hogy hülye vagy, hát mit fogy Puzsérral, te áztál együtt előző este. Nem, és tényleg nagyon, nagyon adatokra alapozva fejti ki, mert ha megnézzük az eredményeket, tehát ez is ugye látjuk a parlamenti patkót, ugye a képen is ott van, tehát valóban a munkáspárt ilyen 400, nem tudom hány, ez az exit poll, tehát nem egy-két eltérés végül lett a végleges eredményekben, de hogy ilyen 400 valamennyi és 100 valamennyi, tehát brutál, tényleg. Mindezt egyébként ugye 33%-ot kapott a Labour a összeszavazatok, és így több mint kétharmadot szerzett, tehát azoknak, akik szerint a magyar választási rendszer igazság, még nem demokrácia, Anglia egyáltalán nem demokrácia, mert ott az van, hogy nyer a képviselő, mindent visz. Nincs hát csak idő. Egyéni körzet. Csak egyéni körzet, és mindent visz. Ha egy szavazattal is megnyeri, akkor ő nyert, és hogyha minden képviselők egy szavazattal nyer, hipotetikusan, akkor 100%-uk lesz a parlamentben. És akkor is úgy, hogy nem szerezték meg a szavazatoknak, csak valahány százalék. Hát ez történt, hogy 33%-ot szereztek országos szinten, ehhez képest ugye több mint kétharmaduk van. A konzervatív párt meg 20-valahány százalékot szerzett. Na de! A Labour az előző választáskor 2019-ben 40%-ot szerzett, és így ehhez most 33%-ot, és ehhez képest nem tudom, 200 parlamenti helyet szereztek pluszban. A 46,5 millió szavazásra jogosultból 10 millió szavazott a Labour-re, ugye nyilván csomó nem szavaztak, 60% körüli volt a részvétel, tehát eleve alacsony volt a részvétel, alacsonyabb az előző. Már unják, évente egy új választás. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem volt új választás, csak új miniszterelnök volt. Tehát azt mutatja, hogy nem azért szavaztak a Labour-re, mert mindenki lelkes, hanem egyszerűen csomóan az egész politikai rendszerből, vagy az elérhető pártokból kiábrándultak, és vagy nem mentek el szavazni, vagy különböző újabb alternatívákra szavaztak. Nettó 500 000 szavazót veszített a Labour 2019-hez képest. Tehát kevesebben szavaztak a Labourre, mint 2019-ben, és így is nyertek. És ugye egy nyertese mindenképpen ennek a mostani választásnak
a Reform párt, ami ugye Nigel Farage pártja. Ő az még Brexit párt volt. Valaha Brexit párt volt, most Reform 5 képviselői helyet szereztek, de a szavazatok 12%-át megszerezték. Ehhez képest ugye 12%-ot szereztek országosan, de a parlamenti mandátumok 1%-a csak az övéké. Tehát ez egy borzasztó igazságtalanság. 12% komoly eredmény. Tehát a DK-nyit ért volna el akkor a Budadünye környékén, egy bontatlan üveg nem maradt volna. Nincs egy kicsit, most itt nem lett hány ingeretek, hogy így belegondoltatok abba, hogy milyen undorítóan aránytalan a magyar választási rendszer, hogy úgy van kitalálva, hogy mindig a Fidesz győzzön. Nem, tehát ehhez képest ilyen, vagy mindig ez van, hogy milyen undorítóan aránytalan, és úgy van kitalálva, hogy... Felejtje meg azt a 2,5 millió embert, aki mer a Fideszre szavazni újra és újra. 2,5 millió. Képesztő. Hol van az a maradék millió, Jesszi? Hát az a 2,5 millió állandó. Ja, jó. Amúgy ez azért érdekes ez a brit választás, mert amúgy Sunak, ugye többen mondták, hogy reménytelen helyzetben vette át a kormányzás, hogyha végigkövetel a pályáját, neki voltak ígéretei, meg azért az, hogy a konzervatívok, tehát azért azt tegyük hozzá, az utolsó konzervatív, az pár évtizedre már kihalt a brit parlamentből, tehát ott azért már nem igazán van jelen. Még Boris Johnson talán mert valamilyen szinten konzervatív lenni, de még ő sem, és még Cameron sem volt, aki tori, de most ugye az volt a végső elkeseredésében Sunaknak az utolsó ilyen mencsvár, hogy fogta, és elkezdett genderezni, meg elkezdett az anyanő, az apa férfézni, tehát ilyen. De csak szövegszinten. De várjál, csak szövegszinten, amivel meg akarta fogni a jobboldali szavazókat, viszont ezáltal eltolt magától egy csomó baloldalit, a jobboldalak meg nem hittek neki. Persze. Ha belegondolsz, akkor most ezt az Ádám ezt így elsorolta, és akkor ugye pörgött így a fejembe, így gondolkoztam rajta, hogy mondta, milyen szerencsétlen helyzetbe vette át az országot. Tehát volt az elmúlt időszakban Nagy-Britanniában olyan, hogy nem volt szerencsétlen a helyzet? Most kell lendületet venni, és az utolsó lehetőség. Egyébként Franciaországban is valószínűleg az utolsó lehetőség, hogy ne muszlim párt legyen a következő győztes, mert már ebbe az irányba Franciaországban és Angliában is. A dramaturgiámat pedig épp akartam mondani, hogy Angliában nyitottak a konzervatívok felé, kifejezetten ugye Brightonnak az új első polgármester, egy igazi konzervatív férfi, tehát ugye Pakisztánban volt vízügyi miniszter 30 évvel ezelőtt, tehát nála konzervatívabbat nem találsz. Talán a mi ízlésünknek talán kicsit túlságosan is konzervatív. Ugye ő a becsomagoló változata. De egyébként mindkét országban, és egy Nyugat-Európa más országaiban is várhatóan muszlim pártok fognak alakulni, akik majd nyilván elviszik a baloldaltól a szavazók egy részét, de akár többséget is szerezhetnek, ahogy a lakosság arányában is egyre több a muszlim bevándorló. Még itt a végén egy pár percet magyar péterezzünk talán, mert őnek... Hál' Istennek! Ádám örömére. Főleg. Hát nem az én örömömre, csak hogyha nézőket akarunk, akkor kattintásra nem, van szükség. A nézők is unják magyar péter. Szerintem is, meg ezek sokkal érdekes. Jó, de hogyha te pártodban ül a Meta jogtanácsosa, és leírod a nevedet valahol, akkor arra terelik a nézőket. Az, hogy unják, az egy dolog. Ebben van igazság, de egyébként szerintem sokkal érdekesebbek azok a nemzetközi történések, amikről eddig beszéltünk, de valóban a klik. Magyar Péter is egy nemzetközi történés, nem? Most már megy Kijevbe. Nem azért mondtam, hogy nemzetközi történés, de mindegy. Na, mi a sztori?